Mazsorett és atlétika. Mindkettőben erős heves városa, magyar bajnokot is adtak már. A hétvégén pedig május 7-én először rendeztek nemzetközi atlétikai dobóversenyt a sportpályán, ahol egy rangos eseményt sikerült összehozni. Sokan nem tudják, hogy hevesen több sportágban is él csapatok, él játékosok, él sportolók vannak. Ilyen például az atlétika. A mai napon a Hevesi Sportklub nagyon lelkes szervezők révén egy olyan nemzetközi versenyt hozott itt össze Hevesen, ahol is az atlétika, konkrétan a gerelyhajítás és a súlylökés neves európai sportolói gyűlnek össze. A város sportolói európai és világbajnokságokon rendszeresen jelen vannak, szép eredményeket érnek el. Súlylökő versenyszámokban az amatőr versenyek mellett Detrik Balázs és Kovács László országos bajnok súlylökők, gerelyhajításban Kovács Noel országos bajnok gerelyhajító, illetve olyan nemzetközi versenyzők jöttek el a megmérettetésre, akik már Európa bajnokságokon is szerepeltek. Mai verseny a gyerekeknek is jut szórakozás, a felnőtteknek is jut szórakozás, és hát szuper versenyszámokat lehet látni, nagyon sok nemzetközi versenyzővel, köztük a hevesiekkel. Hajrá Heves, azt kívánom, minél jobb eredményt tudjanak elérni a sportolók. Hevesen úgy szervezték meg a sporteseményt, hogy a sport mellett más is kapott szerepet a hétvégi versenynapon. Igyekeztek népszerűvé tenni a rendezvényt több korosztály számára. Mellette egy majális gyerekeknek szóló, de egyébként gyermekprogramok, gyermekversenyek is vannak itt a mai májusi anyáknapi vasárnapon. Remélem, hogy nagyon jól érzik magukat a hevesiek, és a hevesi sportolóknak pedig minél jobb eredményeket kívánok a mai napra. A sportnapot ingyen látogathatták az érdeklődők.